Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi jóslás a szerelem kertje. Ez a hölgy benneteket, hölgyeket mutat, és ez a férfi a párotokat. Először megtekintjük a hölgyek érzéseit, ezt mutatja ez a kártya. Ez a gyűrű arra utal, hogy ti egy mély kapcsolatban álltok egymással. Ez a gyűrű lehet egy kívánság is, mert szeretnétek vele összeházasodni. Amennyiben ez a férfi nős, lehet az is, hogy foglalkoztat benneteket az ő házassága. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ez a lovas férfi arra utalhat, hogy ő változásokat szeretne a szerelem területén. Egy közeledést. De az is lehet, hogy ő féltékeny valakire. Vagy pedig vannak félelmei, hogy ti esetleg megismerkedtek valakivel. Ezeket a belső gondolatokat nem fogja veletek közölni. Ezek az ő titkai. Visszatérve a hölgyekre, mik a terveitek? Ez a kártya megadja rá a választ. Kisebb változások fognak történni. Vagy valaki van a közeletekben, aki zavarja a nyugalmatokat, és ettől a személytől szeretnétek visszahúzódni. Mik az ő gondolatai? Ezt mutatja ez a kártya. Ez a kereszt jelentett vallási témákat, vagy pedig a sors fordulatát. Ő az életében elérkezett ehhez a kereszteződéshez, és felteszi a kérdést, hogyan tovább, és döntéseket fog hozni. Mi van a háttérben? Először megtekintjük a képet a hölgyeknél. A hold arra mutat, hogy van valaki a közeletekben, vagy ismertek valakit a múltatokból, és ez az illető gondol rátok, reménykedik abban, hogy itt egy új találkozás lesz, egy közeledés. Tehát van még valaki a háttérben, akinek érzelmei vannak, és gondol rátok. És vannak álmai és vágyai. Természetesen veletek kapcsolatban. És mi van az ő hátterében? Ti vagytok itt ezen a képen. Ez azt jelenti, hogy ti álltok a középpontban. És ő ezt tudja, és ő ezt érzi is. Hogy ő nyilatkozik, azt nem lehet tudni. Viszont ez a nap képe arra utal, hogy ő fog az érzelmeiről beszélni. De nem a jelen pillanatban, hanem a nyár folyamán. És mi várható rátok a közeljövőben? Ez a kislány jelenthet gyerekeket is a környezetekben, vagy egy kisbaba születését. Viszont ez a kártya jelenthet mást is, újdonságokat. Tehát egy meglepetés közeledik az életetekben. Ebben a parkban van egy szökőkút is, és itt láthatjátok ezt a vízes irányt, mutatja, hogy mi fog történni a későbbiekben. Ez a hajó egy utazásra utal. Azon kívül jelenti ez a hajó a reményt is. És ez volt a hétvégi jóslásom. Ezt a jóslást
a szerelem kertjét megrendelhetitek, és akkor az tükrözi a ti személyes helyzeteteket, a ti párkapcsolatotokat. A videót név nélkül mutatom. Itt senki nem fogja tudni, hogy rólatok van szó. Ti választhattok magatoknak egy nevet, például Katica vagy Katica Bogárka. De ha gondoljátok, akkor én adok egy nevet, amit én mediális úton kapok. Ha elkészült a videó, akkor megkapjátok e-mailen keresztül a linkjét, és akkor tudni fogjátok, hogy ez a ti személyes videótok. A díjam 3500 forint. Amennyiben kérnétek még egy asztrológiai kiegészítést a videóhoz, az természetesen hosszabb. Ebben az esetben a díjam 8500 forint. Akkor pedig szükségem van a ti születési adatotokra. Hol születtetek, és melyik időpontban. Választhatok, hogy ez a mi asztrológiánk szerint mutassam, vagy pedig az indiai asztrológia szerint. Előre is köszönöm érdeklődéseteket, köszönettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!